vezetése. Puskás Tivadar polgármester, Illés Károly, Kocka Tibor, Molnár Miklós alpolgármesterek, valamint Lendvai Ferenc tanácsnok és Takácsné Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sajtóreggelin találkozott a szombathelyi médiumok képviselőivel. A polgármester beszédében kiemelte, az önkormányzati vezetők számára elengedhetetlen a jó kapcsolat az újságírókkal, hiszen a sajtó jelenti az információs csatornát a város és a lakosság között. Kiemelte a neves szombathelyi évfordulók bemutatásának és ezek helyi identitásra gyakorolt hatásának jelentőségét. Sajtóval való kapcsolat elengedhetetlen, a jó kapcsolat elengedhetetlen egy városvezetés számára. A sajtót informálni kell, ugyanis a sajtó informálja akkor utána a városnak a lakosságát, és ez a városvezetés számára a legfontosabb dolog. A város vezetésének célja, hogy fehér asztal mellett kötetlenebb formában lehessen beszélni a szombathelyt érintő fontos témákról. 30 évig jó magam is újságíróként dolgoztam, úgyhogy tudom, hogy mekkora a jelentősége ezeknek a kötetlen jellegű találkozásoknak, beszélgetéseknek, amikor a sajtó képviselője a politikusoktól úgymond első kézből kaphatnak információkat, illetve olyan háttérinformációkhoz juthatnak, ami akár még egy közgyűlésen sem derül ki mindenki számára. Az eseményen a közeljövő fontos témáiról is tájékoztatták a média képviselőit, szóba került a jövő héten esedékes közgyűlés. A napi rendek között szerepel majd a parkolás és az iparfejlesztés kérdése is.